A női lét szerepeit, rejtelmeit, megpróbáltatásait, szépségeit tárja fel hétről hétre az Erdélyi Magyar Televízió Nőszemközt műsora, amely az idei évadban is várja a tévénézőket. Őszinte nyílt pillanatok, mondatok részesei lehetünk mindannyian, akik követjük minden pénteken este 8 órától. A Nőszemközt műsorvezetőjét, Csatlós Tünde kolléganőnket is vendégül látjuk a Mozaikban. Szeretettel köszöntelek! Szia, Iza! Pénteken este 9 órától. Ahogy kimondtam, elbizonytalanodtam rögtön, hogy éjha, ma mesélj nekünk, Tünde, kérlek, hogy nagyon sok emlékezetes beszélgetése van a Nőszemköztnek. Bizony. És nemrégiben vetted át, vagy pár hónappal ezelőtt, de már nagyon sok jó téma lefutott a te műsorvezetésed alatt is. Most milyen lendülettel, új témákkal felvértezve fogtatok neki az új évadnak? Hát mindig nagyon izgalmas valamibe belekezdeni, és nekem most ebben az évben már 2-szer adatik meg, mert ugye márciusban vettem át Kurta Kingától ezt a műsort, és hát ugye a kis nyári szünet után már is új lendülettel neki kell látni a következő évadnak. Hát nagyon nagy izgalom van bennem, és kérdezted ugye, hogy melyik volt a legemlékezetesebb, talán az előző évadból. Számomra nagyon emlékezetes volt az a műsor, amikor Kingától átvettem, mert hogy volt egy ilyen közös műsorunk, hogy mind a ketten jelen voltunk, és akkor rájöttünk, hogy végül is az is nagyon izgalmas, amikor két műsorvezetője van egy beszélgetésnek. Tehát az is nagyon izgi tud lenni, illetve ami nagyon jó téma volt, és nagyon érzékeny téma, az a családon belüli erőszak, ez volt az utolsó beszélgetése az évadnak, és nagyon örültem, hogy tudtunk beszélni a szülés utáni depresszióról. Mert az is olyan, ami tabu téma, amiről nem beszélgetünk, amit elrejtünk, és igyekszünk ebben az évadban is hasonló jellegű témákat boncolgatni. Például lesz egy olyan műsorunk is, ahol a császármetszés kerül előtérbe, mert nagyon sokakat meglep, hogy vannak olyan nők, akik szégyenlik azt például, hogy császármetszéssel hoztak világra gyereket. A beszélgető partnerem például el is mondta, hogy ő jobban szereti azt mondani, hogy hasi szülés. És olyan szép ez a kifejezés, azt hiszem, hogy át fogom milyen tőle érdekes venni. Igen. Úgyhogy hasonló tabu témákat szeretnénk feszegetni. Farkas Kata, a felelős szerkesztővel nagyon sokat gondolkodtunk azon, hogy mik legyenek azok a témák. Tehát szeretnénk azért néha egy-egy könnyedebb beszélgetést is a többi közé vegyíteni, úgyhogy beszélni fogunk például a pletykálkodásról is, vagy a nagymamák is majd szerepet fognak kapni, mert hogy a nagymamák nélkül milyen is az élet, tehát én nagyon sajnálom, hogy kevés időt tölthettem a nagymamámmal, de azért nagyon sokat tudnak adni, úgyhogy tabu témák ezeket, és minél érzékenyebben ezeket szeretnénk a Nőszemközben feszegetni. Egyébként nyitottak ilyen tabu témákról beszélni a nők, a meghívottak, könnyen találsz vendégeket, illetve ezekből a beszélgetésekből milyen női társadalom rajzolódik ki? Kettős a dolog, mert még egy kicsit félünk attól, hogy még mindig, pont ezért, mert hogy tabu, hogy többiek mit gondolnak rólunk, hogyha mi felvállaljuk azt, hogy mi egy témában mondjuk érintettek vagyunk, viszont meg lehet találni azokat az embereket, azokat a nőket, akik ezt felvállalják és mernek beszélni a különböző témákról. Én nagyon örülök, hogy most már vannak ezek a bátor nők. Néha még egy picit olyanok is, akik bátortalanok, de mégis veszik arra a 3/4 órára a bátorságot, és azt mondják, hogy oké, ez az ügy, ez az én ügyem, és azt szeretném, hogyha hasonló cipőbe fog járni egy másik nő, akkor ne élje át ugyanazokat, mint én, hanem már ne legyen tabu, lehessen erről beszélni a családban, a barátokkal, akár tévé műsorban is ezekről a dolgokról. Úgyhogy szerintem ez fontos is, mert azt hiszem, hogy egy-egy ilyen beszélgetés által bátorságot adunk azoknak a nőknek, akik figyelnek minket, akik néznek minket, és kapunk ilyen jellegű visszajelzéseket. Férfiaktól is jönnek visszajelzések befejező gondolatként, illetve egy tőmondatban, hogyha megfogalmaznád, hogy mivel várod ma este 9 órától a tévénézőket.
Persze, szerintem biztos, hogy vannak olyan férfiak, akik nézik, például az operatúr kollégák, akik ott vannak a felvételen, ők mindig végig kell nézik a beszélgetéseket, de tudom, hogy apósom, édesapám, a férjem is meg szokta nézni, és biztos, hogy akadnak még olyan férfiak, akik nézik. A ma esti beszélgetésben pedig hát az iskola kezdés lesz a téma, a kisiskolásokra fókuszálva, hogy hogyan kell készüljenek például a szülők arra, hogy elkezdődik az iskola, hogy korán le kell fektetni a gyerekeket, sikerül-e vagy nem, hát többnyire nem, de... útjára őket. Így van, hogy reggelizzenek, nagyon-nagyon sok mindent feszegetünk, és nagyon jó beszélgető partnereim érkeznek ma este, úgyhogy 9 órától várom a nézőket a képernyők elé. Nagyon szépen köszönöm, Tündike, hogy itt voltál. Köszönöm én is.